Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban össze fogom hasonlítani a puha és a kemény kötést. Kitettem Instagramra egy szavazást, hogy ti melyik fajtát kedvelitek, szóval a puha kötéses könyveket, vagy a kemény táblás könyveket, és igazából majdnem 50-50% lett a válaszok aránya, picivel több volt a puha kötés mellett. Én egyébként talán a kemény fedeles könyveket preferálom, de nem tudom, mert egyébként több puha kötéses könyvem van. De akkor nézzük is, hogy mi a különbség a kettő között. Akkor kezdem a puha kötéses könyvekkel. Mindkét kötésfajtának vannak különböző típusai, nekem néhány van ezekből, nem tudom egyébként, hogy nevük van-e. Lényeg, hogy vannak olyan puha kötésesek, amik masszívabbak, mint például ez a kettő, mert ezek kevésbé sérülnek, vagy hát ilyen keményebb még a puha fedelük is, mint mondjuk ennek, ami egyébként sokkal sérülékenyebb, mert ilyen nagyon vékony papír a fedele. A puha kötéses könyvek talán azért is népszerűbbek, mert sokkal olcsóbbak, mint mondjuk egy kemény fedeles könyv, ami hát majdnem dupla annyiba kerül, mint egy puha kötéses könyv. Szóval gazdaságosabb puha kötéses könyveket venni. A puha kötéses könyvek mellett van még az az érv is, hogy sokkal könnyebb őket tárolni, mert kisebbek, mint mondjuk egy kemény fedeles könyv, és könnyebbek is, mert ettől így leszakad a kezem, ettől meg ettől nem. Ez például könnyíti azt is, hogy mondjuk utazáskor, hogyha megyünk valóba és magunkkal akarok vinni egy könyvet, akkor egy puha kötéses könyvet sokkal könnyebb elrakni, és ugye nem húzza le annyira mondjuk a bőröndöt, vagy az ilyesmit. Jó, mondjuk egy könyv az nem számít sokat, de hogyha valaki többet visz, akkor azért a súly miatt számít. De az is igaz, hogy egy puha kötéses könyv például utazás közben sokkal könnyebben megsérülhet. Könyvespolcon is általában kisebb helyet foglalnak, mert na jó, ez most pont nem jó példa. De mondjuk ez itt. Ez a két könyv, hát kb. Egyforma vastag, viszont ez majdnem 100 oldallal hosszabb. Mert ugye vékonyabb lapból csinálják, ami sérülékenyebbé teszi, viszont mivel hogy vékonyabb lapokból csinálják, ezért sokkal kisebb lesz a könyv, vagyis több puha kötéses könyv fér el egymás mellett, mint kemény kötéses, mert kevesebb helyet foglalnak. És akkor vannak a kemény kötéses könyvek, hát most egy kemény fedeles könyv az igazából nem nagyon vannak ilyen típusok szerintem belőle. Igazából annyi, hogy van olyan, aminek van védőborítója, és akkor alatta ilyen. Ebből például ez alatta ugyanaz. Akkor van az olyan, amin meg nincs semmi, csak így van, snasz. Ugye a kemény fedeles könyvek abból adódóan, hogy jó, kemény tetejük van, sokkal tartósabbak, meg kevésbé sérülnek meg, mert ezt nehezebb meghajlítani, mint ezt. És a kemény fedeles könyveknél nem szokott előfordulni, hogy a gerince megtörne, míg sajnos a puha borítósoknál, hogy egy bizonyos vastagság után a gerinc elég könnyedén törik, mint itt látható. Ami azért sajnálatos, mert ugye így felrakjuk így a polcra, akkor lát. Én például mindig azt tudom ki, hogy ott van az a csúnya törés a gerincén, mert egyébként mindig próbálom úgy olvasni a könyveket, hogyha már látom, hogy törne a gerinc, akkor valahogy úgy forgatom, hogy még pont lássam a betűket, de próbálom nem megtörni a gerincét. Az is igazából egy pozitívumunk, hogy rajtuk van ez a védőborító. Igazából ez azért van, hogy védje a könyvet, de én általában pont a védőborítót szoktam levenni, hogy inkább alatta sérüljön a könyv. Aztán azt még megfigyeltem, hogy nem fogom mutatni, mert ebben ilyen gigabetűk vannak. A keményfedeles könyvekben nagyobb a sorköz és nagyobb betűvel is nyomtatnak, mert hogy ugye annál jobb, minél vastagabb egy keményfedeles könyv, mert mondjuk egy ilyen vékony az kevésbé mutat jól. És ez például kényelmesebb olvasni, mert nem folyik annyira össze a szöveg, mint mondjuk ehhez képest ez sokkal kisebb. Egy nagyon fontos szempont, aminél még össze lehet őket hasonlítani, az az, hogy evés közben melyiket jobb olvasni, fogni, hogyan egyszerűbb, melyiket könnyebb. Mert hogy én például szeretek evés közben is olvasni, tehát az ebédlőasztalnál az egyik kezemmel leszek, a másikban fogom a könyvet és olvasok. És a puha borítós könyvet egyértelműen könnyebb tartani, mint hogy könnyebb maga a könyv is, viszont sokkal nehezebb nyitva tartani, mert hogyha nincs megtörve a gerince, akkor mindig össze akar csukódni. Ahhoz képest meg egy kemény fedeleset sokkal könnyebb felkezben így nyitva tartani, csak gyorsabban elfárad az ember, mert sokkal nehezebb a könyv. Plusz a kemény fedeles könyvek még talán annyiból jobbak, hogy jobban mutatnak a polcon.
Például én nagyon szeretem az összes, most az Athéna jelétől az összes Rick Riordan könyvem végre kemény fedeles, úgyhogy onnantól kezdve nagyon jól mutatnak a polcon. A puha borítós könyveket pedig sokszor lenézik, mert hogy nem kemény fedelesek, de egyébként ezek is teljesen jó. Én talán a kemény fedeles könyveket szeretem jobban, de tényleg több puhakötéses könyvem van, mert az olcsóbb, és konkrétan csak a Rick Riordan könyveket veszem kemény fedelesben, mert ezek olyan könyvek, amikről tudom, hogy tetszeni fognak, és tudom, hogy úgy is el fogom őket olvasni még egyszer. Az olyan könyvek, amikben nem vagyok biztos, azokat jobb megvenni puhakötésesben, mert úgy olcsóbb, és hogyha nem tetszik, akkor vagy nem tetszik annyira, akkor nem lesz az az érzés, amit tényleg nagyon sok pénzt kidobtam rá. A puha és a kemény fedeles könyv is jó könyv. Igazából mindenki el tudja magának dönteni, hogy melyiket szereti jobban, vagy melyiket veszi szívesebben. Ha gondoljátok, kommentben írjátok meg, hogy ti melyik kötésformát szeretitek jobban és miért. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!